Ezúttal kicsit csalok, mivel azt ígértem, hogy építek egy zenélőt ezt a tekercset, de valójában csak összeállítok egyet, mivel a kis kínai kezek már előkészítették az alkatrészeket. Mint a legtöbb esetben, egy tasakban ömlesztve kapjuk az alkatrészeket. Már nem tudom, hogy honnét rendeltem, de környezetvédő lehetett, aki készítette, mert papíron leírást el sem mellékelt. Még szerencse, hogy a Google a barátunk, megkérdezve tud nekünk segíteni az alkatrészek listájában. Elsőként a tekercs vonza oda a tekintetünket, ami elméletileg 350 menetű. De hogy én ezt most meg nem számolom, az is biztos. A nyomtatott áramkör ebben a kitben fekete, ami szerintem elég jól néz ki. Ami pedig a minőségét illeti, ma megszokott módon elfogadható. Találunk még benne egy elég silány jack-jack kábelt, és még némi apróságot. Egy LED viszont valahogy elveszett útközben, na de üssek ő, van mivel pótolni. Az összeszereléshez a TS100-as pákát használom, hogy lássuk, hogy szuper áll. Jöhetnek hát az ellenállások. Majd a ledek. Utána a kondenzátorok. Majd a csatlakozók. A tranzisztorokra viszont hűtőbordát kell szerelni. Hőelvezető pasztát nem mellékeltek hozzá, de indokolt a használata. Ezek után már nem tudjuk rosszul beforrasztani a tranzisztorokat, esetleg csak felcserélni a kettőt. De a neve oda van írva, ahova kerülnie kell. Bizonyos kiteknél meg van jelölve, melyik a tekercs alja és teteje. Itt ezt egy ponttal oldották meg, így amelyiken a pont van, az vagy az alja, vagy a teteje. De igazából mindegy is, mivel akárhogy forgatjuk, az eredmény ugyanaz.
A vezetéken első ránézésre nem látszik, de egy vékony lakréteg borítja. Így forrasztás előtt le kell tisztítani. Ehhez elegendő néhány húzás egy csiszolópapírral. A tekercset semmi sem rögzíti a panelhez, így szükséges egy cseppragasztó. Megtehetném azt is, hogy rögtön a tövénél forrasztom be, de ha esetleg ez a hajszálvékony vezeték elszakad, nem szívesen bontanám meg a tekercset, így kicsit elforgatva hagyok némi tartalékot. Biztos, ami biztos, a forszem mellett még egy kicsit megkapargatom, és ide is ráfuttatom az ónt. A másik tekercsel könnyebb dolgunk van, így csak egy tekerés. Viszont az iránya nem mindegy, de sehol sem jelzi, hogy merre kéne. Ha nem akarjuk a nyomtatott áramkört elemezgetni, tippelünk, és ha nem jó, legfeljebb megfordítjuk. Cuki kis lábakat is mellékelnek hozzá, hogy ne az alkatrészek lábain álljon. Ám mielőtt meghallgatnánk a hangját, lássuk, hogyan is működik. Megtaláljuk benne azt a kapcsolást, amit én is megépítettem korábban. Annyi eltéréssel, hogy egy fettel még kiegészítették, ami a rákapcsolt zene hatására, annak függvényében változtatja a tekercs tápfeszültségét, minek hatására folyamatosan változik a tekercsre jutó impulzusok gyakorisága. De tápláljuk meg! 15-től 24 volt van feltüntetve rajta, de én nem igazán bízok ezekben a javaslatokban, így valahova középtájt szeretem belőni a tápfeszültséget. Magára a lapra nem írták rá, viszont mindenütt 2 amper, illetve 15 volt teljesítményt írnak. De ennek kapcsán az én fizikai ismereteim alapján sehogy se jön ki a matek. Szóval kap egy laptop tápot, és meglátjuk, mi történik. A ledek világítanak, és egy kis szikrácska látszik a vezeték végén. Természetesen a fénycsöveket ez is életre tudja kelteni, de nyomjunk rá valami zenét. Persze kizárólag a nem jogvédett fajtából. A minőségi jack csatlakozó miatt kicsit nehézkesen érzékeli a telefon, pedig a telefon csatlakozója eddig még hibátlan volt. Viszont hiába észleli, ebből bizony hang nem jön. Mivel szikra van, és túl sok alkatrészt nem tartalmaz, így a fett lehet a utas. Nem könnyű dolog kioperálni, de nincs más lehetőség. Könnyen lehet, hogy forrasztáskor melegítettem túl, de kétlem. Jó lett volna ezt is leellenőrizni beépítés előtt. Pontosan ugyanilyen, persze, hogy nincs kéznél, de egy IRLZ44N típusú ebben volt, így ezt építem be. Egy kis fejtörést okozott, hogy ugyan a lábkiosztás fel van tüntetve a lapon, ám ezek még véletlenül sincsenek jó sorrendben. De lényeg, hogy már üzemel. Ha pedig megtáplálom, már visít is. De ha közben fogom a telefon, akkor kitisztul a hang, viszont elég halk. A telefon hangerejéhez képest elenyésző.
viszont az üzemeltetése elég sok hőt termel. Szóval lehet, hogy a kedvenc albumunkat nem ezen fogjuk végighallgatni. Plusz a hang minősége sem nyűgözne le bennünket. A kit értékelését ezúttal nem tudom reálisan elvégezni, mert javításra szorult, és nem volt hozzá gyári alkatrész. Nem biztos, de lehet, hogy lesz majd még egy nekifutás valamikor a jövőben egy másik kittel.